Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Keszthelyi András politikai elemző, egykori miniszterelnöki tanácsadó. Szervusz, András! Szervusz, jó napot kívánok a nézőknek! Hát ebből, hogy politikai elemző, már le lehet vonni azt a következtetést a nézőnek is, hogy arról szeretnék veled beszélni, hogy miért az a helyzet, ami, és lehet-e más? Mert... tényleg válságot ért az elmúlt években, a pandémia, annak a sokszor nagyon rossz és látványosan rossz kezelése, abból is jól jött ki az Orbán kormány. Veszélyben érezte magát a választások előtt, de rengeteg pénzzel és a háború kirobbanása utáni propagandájával mindent a maga javára tudott fordítani. Azóta viszont beköszöntött ennek a böjtje, mert tavaly ősz, késő ősz óta kirobbant egy olyan infláció, ami sehol sincs az Európai Unióban, és ezt a magyarok is érzik, súlyos reálbércsökkenés van, de a közvéleménykutatásokban egy kis elbizonytalanodástól eltekintve nem lehet érezni, hogy a választók elfordultak volna, az ellenzék pedig hiába próbál fogást keresni rajtuk, a Fideszen, Orbánon, nem megy, nem találják. Mi az, ami sikerre vihetne? Hogy látod te ezt a helyzetet, és erre van előre? Hát elég pesszimistán látom, legalábbis 2026 vonatkozásában mindenképpen. Mert... pedig még csak 23-at írunk. Jó, nyilván 24-nek lesz valamelyes jelentősége, ugye két választás van, Európa parlamenti, meg az önkormányzati, és ha önkormányzati pozíciókat sikerül valamelyest megőrizni az ellenzéknek, akkor az jelentett biztató dolgot, de azért hozzá kell tenni, hogy a 2019-es relatíve jó ellenzéki szereplésből se következett 2022-ben áttörés. Hogy fog ez megváltozni? Az volt a kérdés? Hát nem. Kezdjük azzal, hogy az is persze az lesz majd a végkifejlet. De miért nem sikerül, maradnék ennél a formulánál, fogást találni Orbánékon, hiszen tulajdonképpen tálcán kínálják, rengeteg hibát is elkövetnek, sok minden jót is csinálnak, mármint a saját hatalmi szempontjaikból jót, így értem, de rengeteg hibát követnek el, rengeteg botrány lengi őket körül, az Európai Unió megelégelte azt a disznóság sorozatot, azt a gyalázatot, ahogy visszaélnek az uniós pénzek felhasználásával. Lényegében minden szövetségesünket magunkra haragítottuk, egyedül maradunk az ukrajnai háborúban, ezen a nyugati oldalon, és még az életszínvonal is jelentősen csökken. Hát mi kell még ahhoz az ellenzéknek, hogy legalább a népszerűsége nőjön? Hát ugye két oka van nagy vonalakban annak, hogy ez rendre így alakulnak a választások. Az egyik, hogy ahogy te is mondod, Orbán a maga szempontjából sok mindent elég jól csinál. Tehát például eléggé bámulatos módon egyben tudja tartani azt a mintegy 30%-nyi, 2,5 milliónyi embert jelentő szavazótáborát. Tehát egyrészt Orbán bizonyos dolgokat még egyszer a saját szempontjából és a hatalom technikai szempontból jól csinál, másrészt az ellenzék rosszul csinálja, és az a kettő adja ki ezt az eredményt. Jó, akkor egy picit érjünk át az ellenzékre, aztán visszatérek én még Orbánékra, nem fogják megúszni. Szóval mit csinál rosszul az ellenzék? Fú, rosszú sora van annak. Ajjaj. Ha el akarnám egy viccel ütni, van egy Churchillnek tulajdonított, de nem
nem ő, valójában nem egy apokrif mondás, hogy a sikerhez a vezető út az azt jelenti, hogy nagyon sok kudarcot szenvedünk, de közben nem veszítjük el a lelkesedésünket. És én úgy látom, hogy az ellenzék bizonyos értelemben elveszítette a lelkesedését. A kudarcok még csak megvolnának, hát csak a lelkesedés is elveszítette a lelkesedését. De hát tényleg sok mindent szerintem rosszul csinálnak. Ugye lényegében 2014 óta teljesen világos, hogy az ellenzék csak együtt, valamilyen fajta együttműködésben tudja legyőzni a Fideszt. Szét van forgácsolva, sok kicsi pártja van, egyik sem domináns, most ez egy kényszer. De most ugye el kellett telnie ehhez képest 8 évnek, 2022-ig, hogy ebből a mindenféle ilyen részleges együttműködésből és valamiből úgy létrejöjjön az ellenzéki összefogás. De most legyünk őszinték, ez olyan volt, mint a rossz szex, tehát csinálták, de nem élvezték. Tehát, azt nem gondolom, hogy egy összefogás annyit kell, hogy jelentsen, hogy vannak közös jelöltek. Mert nagyjából eddig jutott el a ellenzéki munka. Az, hogy közös munka legyen, közös célok legyenek, hogy decens viszonyok legyenek, erre már nem került sor, és akkor még egy, a ráadás volt az, hogy a ellenzéki miniszterelnök jelölt az, kevéssé volt alkalmas arra, hogy nem nőtt fel a feladathoz. Fogalmazhatunk így. Sokáig nagyon sokat ígérő volt, és látványos volt az ő fölemelkedése, és úgy látszott, hogy élni tud az új és új alkalmakkal. Aztán amikor oda került, kiderült, hogy mégsem kész erre a feladatra. Nem tudjuk pontosan miért, személyében-e, vagy a politikai tapasztalat hiánya miatt, de végül is nem tudta betölteni. Valószínűleg mind a kettő hozzájárult, illetve hát egy fajta félreértése a helyzetnek, hogy az előválasztásnak más a logikája, mint a választásnak. Tehát az, hogy ő le akarja váltani az ellenzéket, az egy remek szöveg, és meg is lehet vele nyerni egy előválasztást, csak nem biztos, hogy... De utána már nem szabad mondani. Hát nem valószínű, hogy a DK-s, momentumos... szocialista és a folytatottan a sort szavazó arra vágyna, hogy ő le legyen váltva például. De nem akarnám a Márki-Zay Péter nyakába verni a vereséget, mert az előbb említett együttműködés hiány, tehát összefogás volt, de együttműködés nem volt, az szerintem legalább akkora szerepet játszott abban, hogy valóban valamikor október végén volt egy momentuma az ellenzéknek, tehát amikor minden jól nézett ki, és volt egy esély. És meg is tudták mozgatni a tömeget. Igen. Másképp nyilván vannak technikai problémák is, tehát az, hogy nem véletlen, hogy Amerikában az előválasztások azok pár hónappal, két és fél hónappal, jól számolom, vannak a tényleges választások előtt, itt ugye meg fél évvel korábban voltak. Nem, elkezdik már az év elején a novemberi választásra, csak ezek elhúzódnak egészen a nyárig, amire végképp kiderül. A kijelölése az elnökjelöltnek, a konvenció az hiszem két és fél hónappal van. És valójában a kampány onnan már elég rövid. Itt meg ugye októbertől kellett volna áprilisig, az egy nagyon nagy idő a politikai kampányban, tehát nem lehet hat hónapos kampányban. De ugye ráadásul, hogy mondod, összefogás volt, de együttműködés nem. A választás után már összefogás sincs. Hát ez azt hiszem részben érthető, tehát nyilvánvalóan végig kell gondolni, hogyha valami nem működik, akkor mit kell másképp csinálni egyrészt. Másrészt meg az politikailag nem irracionális, hogyha valaki erősebb, akkor azt gondolja, hogy megpróbál még tovább erősödni, hogy ez a DK, és kvázi megtakarítani a terepet, vagy a kisebbeket úgymond bekényszeríteni valamilyen együttműködésbe, aminek már ő diktálja a feltételeit. Itt ugye az a probléma van, hogy ezek a kis pártok nem fognak eltűnni. És egyszerűen azért nem fognak eltűnni, és ez meg a
visszautalok arra, hogy az Orbán hatalom technikailag miket csinál jól, mert ki vannak stafírozva pénzzel. Tehát nincs semmi érdek abban, hogy ne legyen LMP, vagy ne legyen Párbeszéd, hogy a két legkisebbet említsem közülük, amíg ezek 100 milliós vagy milliárdos nagyságrendben kapnak állami támogatást. Akkor mégis mi a kivezető út ebből a mostani részben érthető helyzetből? Meg kell próbálni megint az összefogást, de együttműködéssel, ám de hogyan lehetséges ez, ha egyszer a bizalmatlanságok nagyobbak, mint korábban, van mögöttük egy méretes kudarc, és van egy olyan törekvés, hogy a legnagyobb megpróbálja azt mondani, hogy csináljunk egy egész másfajta alapú együttműködést, én vagyok a legnagyobb, én mondom meg, hogy ki mit csináljon ebben az együttműködő szövetségben. Szóval van, nem azt mondom, hogy recept, mert recept sokféle van, aztán nem mindig sikerül belőle jót főzni. De van valami, amit még nem próbáltak ki, és reálisan kipróbálható? Hát ugye annak idején volt, talán az Együtt vetette fel, ha jól emlékszem, amit ilyen koordinált jelöltállításra neveztek, az valójában nem lett kipróbálva, ugyanis sok egyéb mellett az egyik, hogy mondjam, tervezési hibája ennek a kampánynak az volt, hogy mechanikusan össze lettek adva a szavazatok. És azt gondolták a elemzők is nagyobb részt, vagy egy jó részük, hogy a jobbikos szavazó, mert szépen fogja magát és leszavaz a DK-ra, vagy az MSZP, vagy az nem tudom én kinek a jelöltjére. Ugye ráadásul a dolgot bonyolította, illetve rontotta az, hogy a DK és a Jobbik létrehozott egy külön megállapodást, ami, hogy mondjam, szavazat demográfiailag eléggé abszurd helyzeteket eredményezett, tehát olyan helyen lettek mondjuk DK-s jelöltek, ahol jobbikos jelöltnek kellett volna lennie, mert a Jobbiknak van ott nagyon bázisa. Bázisa. Hát az, hogy mondjuk elinduljon egy jobbikos egy adott kelet-magyarországi választókerületben, és ne állítson ellene, tehát az az együttműködés, hogy ott nem állít a DK vagy az MSZP, vagy nem tudom én ki jelölt, csak a Jobbik állít. Ehhez nyilván amúgy nem is kell feltétlenül előválasztás, mert ez 2022-ig még lehetett tudni, ma már nem biztos. De 2022-ben igen. Én amúgy nagy híve voltam, és vagyok mai napig is az előválasztásnak, bizonyos homogén helyzetekben. Tehát Budapesten szerintem van értelme, mert a budapesti közönség, úgymond ellenzéki közönség, az eléggé homogén. Tehát nagyon nagy különbségek nincsenek. Nem véletlenül, hogy a Jobbik nem is nagyon erős Budapesten. Tehát ilyen helyeken azt gondolom, hogy van értelme, hogy kiválasszuk ténylegesen a legjobbat, de olyan választókerületekben, ahol amúgy sem nagyon létezik ellenzék, vagy az ellenzéki pártoknak csak egy része van tevőlegesen jelen, ott nem meglepő, hogy a vége az lesz, hogy mindenféle díleket, paktumokat kötnek, és aztán lesz valami. De hát nagyon, ha emlékszik, nagyon, vagy emlékszem, nagyon nagy volt a részvételi különbség, mondjuk Budapest, vidéki nagyvárosok és a kis települések között. Igen. Na de ezek szerint nem sikerült az előválasztás sem úgy, mint ahogy remélni lehetett, bár volt egy nagy felhajtó ereje, nem sikerült a kampány sem, és alapvetően most szétesve, szétforgácsolódva, magukban és a többiekben hibát keresve áll az ellenzék. De mégiscsak ott van egy olyan helyzet, ami látszólag megnyitná a kaput az eredményes ellenzéki politizálás előtt, hiszen Orbánék egy csomó dolgot, még akárhogy magyarázzák is, akármilyen propagandával öntik is le az embereket, akkor is nem tudnak igazán megmagyarázni, hogy miért 25%-os az infláció. Igen, de viszont említettél olyan példákat, és bocs, kicsit a szabadba vágok, olyan példákat is, amik szerintem ami nem érdeklik az embereket. Tehát az, hogy külpolitikailag elszigetelődik Magyarország, ez most legyünk őszinték, ez minket érdekel. Sőt, még ebből is lehet politikai hasznot kovácsolni. Én olyan bátor,
kemény harcos vagyok, egyedül a világgal szemben, mert a magyar virtus, stb. Pontosan, és ezt csinálja Orbán, szerintem nagyon tudatosan, amúgy nagyon régóta, tehát azért a Brüsszel ellenes retorika mondjuk a kezdetek óta gyakorlatilag megvan, ha visszaemlékszel már a Világbank, úgymond elűzése is unió ellenes felhangok mellett zajlott. Tehát az Orbán épít egy ilyen magyar mitoszt, most mondjam így egyszerűen, hogy mi magyarok, mi mások vagyunk, mi furmányosak, furfangosak vagyunk, talpra esettek vagyunk, és meg kiállunk az érdekeinkért, és megharcolunk értük, és ez tetszik a társadalom egy jelentős hányadának, majdnem azt mondom, hogy szerintem az ellenzéki szavazók. De az szavazók. Infláció, amiből ezt de most az infláció nem tette. Tetszik, így igen. Van. Az infláció, ez egy jó kérdés, de hát most helyünk köszíték, az infláció, ez még nincs egy éves se. Tehát én azt gondolom, hogyha ez eltart 2-3 évig, akkor igen, ebből nagy baja lehet. De azt számon kérni, hogy amúgy nagyjából 10 éven át idézőjelben, vagy nem idézőjelben, de mégiscsak prosperáló magyar gazdaság a növekvő béreivel, a növekvő munkahely számmal és az emberek jobban élnek. Meg növekvő létbiztonság volt. És igen. Növekvő létbiztonsága, így van. Tehát azt ráadásul egy olyan inflációs környezet, amiben van egy háború, mint magyarázó elem, az nem fogja felülírni. Mert egyszerűen túl nagy volt a stabilitás igen. Korábban. Ha ez eltart, és hogyha ne adj Isten véget ér a háború, és még mindig infláció van, akkor nyilván az egy nehezebben magyarázható dolog. Adja Isten, hogy véget érjen a háború egyébként. És ne legyen infláció. De jó. De hát gondolj bele, te éltél még akkor, mert vagy már akkor a beszélgető társaimnak részében állandóan azon kapom, hogy nem értik, hogy miről. De gondolj bele a késő Kádár rendszerre. Tehát ott is egy baromi nagy infláció volt. És mégsem akarta a magyar társadalom megdönteni a Kádár Jánost. Abból a biztonságból nem akart kilépni, még ha bizonytalanabból érezte is magát. Benne volt nyilván az is, hogy a környezetéhez képest, a környező országokhoz képest, hogy mindig jobban lehetett élni, mint egy 87-ben Magyarországon, mint Romániában, Csehszlovákiában, vagy bárhol. De szóval, hogy ezek szerintem ilyen nehezen változó dolgok, főleg azért, mert a 10 év a magyar történelemben az egy nagyon nagy idő. Tehát az, hogy hát tényleg a Kádár kornak voltak ilyen csodás 10 éves stabilitási időszakai, vagy nem tudom, a Bethlen korszak se tartott szerintem 10 évig. Igen, tehát, igen, hogy és ezt nem mondjam, ezt megbecsülik az emberek. Igen, de közben ott vannak, hát ha nem is ilyen azonnali eseményként, hanem ilyen hosszan, éveken át elhúzódó, és érezhető esemény sorozatként, hogy az egészségügyben, ha valakinek dolga van vele, akkor úgy érzi, hogy hát azért ez 10 évvel ezelőtt akkor sem volt jó. Nem tudom, úgy érezheti, hogy rosszabb, mert jóval nagyobbak a várólisták, egyszerű dolgokkal se lehet orvoshoz jutni. Lehet, hogy egy részét csak hallja, a másik részét magán, vagy a családtagjain tapasztalja. A másik, hogy hát jó, az oktatással mindig baj volt, a tanárok mindig rosszat akartak a gyerekeinknek, vagy nem tartottak elég rendet, tehát lehet az iskolára is ráfogni, hogy ez régen se volt jó, de azért érzik, hogy valami baj ott is kell, hogy legyen, nem véletlenül tiltakoznak most már egy-másfél éve folyamatosan, és ezeknek sincs hatása, mert láthatólag nincs. A közérzetben, a közhangulatban nincs. Igen, ezen én is sokat gondolkodom, hogy a különböző rész elégedetlenségek, azok miért nem érnek össze. És megint csak erre a válaszom, hogy egyrészt valószínűleg azért, mert hatalomtechnikai és szavazott megtartó képesség értelmében az Orbán jól csinálja, amit csinál, és másrészt nincs az ellenzék, tehát nincs egy most oké, és akkor mi a mondás? Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy együtt kell működni, és visszautalok a korábbira, de nem fogom elfelejteni a tanárokat sem, amikor azt mondom, hogy együtt kell működni, akkor visszamegyek oda, hogy nem elég, hogy van közös jelöltem, kell legyen egy közös sztorim.
aminek nyilván lehetnek árnyalataim, az egyik zöldebb, a másik balosabb, a harmadik liberálisabb. De ugyanazt de, kell üzenni az MSZP-nek, hát DK-nak, Momentumnak, hát LMP-nek. Igen, alapvetően. Igen, hogyha egységes ellenzékről akarunk beszélni. Legalább az Orbánnal kapcsolatban ugyanazt kell üzenni. És bocsánat, nem kell hülyeségeket üzenni. Tehát nem kell azt üzenni, hogy itt diktatúra van. A diktatúra, akkor miért ülnek be a parlamentbe? Miért veszik fel a 1,5 milliós fizetésüket? A diktátortól fölveszik? Szóval, tehát az ellenzéki pozíciók tele vannak ellentmondásokkal, amikről nem beszélnek őszintén, nem is próbálják meg feloldani, és a végén ennek nincs nagy hitele. Hát most mit higgyek el nekik? Tanárok. Tanárok. Nem akartam azt megkerülni. Az egészségügy, de még egy kicsit húzom az időt. Az egészségügynek szerintem a 90-es évek óta nagyjából az a percepció, hogy itt borzasztó, ami van. És nyilván föl lettek újítva kórházak, meg van, ami viszonylag jól működött, vagy működik, házi orvosi világ, stb. De alapvetően a magyar embereknek az egészségügy az a katasztrófa. És ez így van, hát ha belegondolsz, Megyesi Péternek is ugye az egyik, hány évvel ezelőtt, 21 évvel ezelőtt nyert Megyesi Péter, és az egyik izé a Kazincbarcikai kórház videó, és hogy milyen rettenetes állapot. Málika vakulat a Kazincbarcikai kórházban. És az egyik nagy eredmény a Honvéd kórház felújítása volt, hogy na, látjátok. Igen. És én egyszer azt gondolom, hogy egészségügyben senkinek nem hisznek. Most higgyek annak a DK-nak, amelyik úgymond tönkretette a fizetős egészségügy bevezetésével és egy népszavazáson a döntő többséggel utasítottak el, miközben kétségkívül az lett volna ez egyik járható út, amerre annak idején a Gyurcsány elindult. Tehát az egészségügyön őszintén én azt gondolom, hogy nincs fogás. Se nyerni, se veszteni nem lehet. Mert nem de hiszem. Az oktatás. A tanároknál van egy nagyon fura dolog, hogy a nemzetközi összehasonlításban is a Magyarországon nem tudom különben miért, de a tanári pályának a presztízse, vagy ahogy tetszik, a tanári tekintély nagyon alacsony. És ezért aztán azt, hogy most a tanároknak rossz, hát jó, nekem is néha rossz. Tehát, hogy nem valami... De legalább nem... nyáron milyen hosszú szabadságban. Igen, így van. Ilyenek. Ezt annak idején mi is kutattuk még, amikor kormányon voltam, hogy próbáltam megérteni, hogy miért nem tudnak jobban érdeket érvényesíteni a tanárok, és valóban ez volt az egyik legalapvetőbb toposz, hogy jó, keveset keresnek, de ott van nekik az egész nyárszava. Ami hát tudjuk, hogy hazugság, mert fel kell készülni órákra, mert nem tudom, mert mindenféle egyéb feladatok vannak, de ez valahogy történetileg így alakult. És hát azért bocsánat, még egyet hadd tegyek hozzá, hogy persze tiltakozik 10 000 tanár, 20 000 néha, és összesen hány ezer van? Tehát, hogy a maga a tanári társadalom sem egységesebben. Ez egy nagyvárosi... Éppen most kezdődött egy tanársztrájk Romániában, igen, ahol a pedagógusok fele sztrájkba lépett, és még hozzájuk 70-80 ezer kisegítő személyzet. Hát ha egy ilyen lenne ez Magyarországon, az tényleg megrázná az oktatást. Hát így van. Ez így van. Mert leállt a gyakorlatilag az egész kormányzás, most éppen koalíciós vita van Romániában, leállt minden, hogy most akkor ezt meg kell oldani. De ez mégiscsak valami általános apátiát jelez, valami általános reménytelenséget, hogy próbálhatunk mi ezt, próbálhatunk mi azt, kifogásolhatjuk ezt, kifogásolhatjuk azt, nem számít semmit, mert vagy Orbánék söprik le magukról, vagy a magyar társadalom többi része nem hajlandó támogatni minket, úgy érzi, hogy nekik is nagy bajaik vannak, hát akkor most mit ugrálnak ezek? Szóval nem tudják maguk mellé állítani az éppen elégedetlenek, a joggal tiltakozók, azokat, akiknek lennének bajaik, talán vannak is, de valahogy ez együtt soha nem képes megnyilvánulni. Mert szerintem ez egy tévedés, hogy ilyen átfogó általános elégedetlenség lenne. Tehát nincs. Szerintem azért nem mutatkozik meg, mert nincs. Mert nincs. És hát amúgy ezt látjuk a mindenféle kutatásokból is, tehát meglepően magas az aránya még most is azoknak, például akik azt mondják, az ország jó irányba megy. Na most, hogyha
Tehát, hogy mondjam, a Gyurcsány kormány, vagy a szocialista SZDSZ-es kormány utolsó 2-3 évében nagyobb volt az elégedetlenség, mint amikor a most. És nyilván lehet azt mondani, hogy ez egy demokratikusan, vagy mondjam, ehhez képest hibátlan teljesítményű kormány volt. Nyilván volt benne világválság, mindenféle egyéb okai voltak, összödi beszéd, stb. De az elégedetlenség, ami a Fidesz 2010-ben hatalomra segítette kétharmadosba, az tapintható volt ahhoz képest, ami most van, és ez a számokban is látszik, vagy látszott. Eljutottam az utolsó kérdéshez, és ez mégiscsak az, megint más formában, de lényegében ugyanazt kérdezem, hogyha ez a helyzet, és ezt nagyjából leírtad, hogy mi a helyzet, és ne bízzunk abban, hogy itt valami általános elégedetlenségi hullám el fogja söpörni Orbánékat, ez nem belátható, még 2020-at is kimondtad, valószínűleg még akkor sem. De mégis, hát nem lehet föladni. Nem lehet nyilván egy ellenzéki politikus sem, meg az ellenzéki szavazó sem adná föl. Valamit csinálni kell. Mi legyen az a valami? Hát nézd, több minden is eszembe jut. Egyrészt nyilván vannak ilyen házi feladatok, például ezeknek a dilemmáknak, hogy most akkor hogy beszélünk az Orbánról a tisztázása. Hogy diktatúrázunk-e továbbra is a 1,5 milliós fizetésünkkel, vagy lehet, hogy ezt kicsit letekerjük. Ez az egyik. A másik, hogy ami szerintem házi feladat, az nyilvánvalóan rendezni kell a viszonyokat egymáshoz. Tehát, hogy nem ebben a fajta bizalmatlanságban, ebből nem nagyon fog jó dolog kisülni, és attól tartok, hogy a 24-es önkormányzati választás, hogy így megy tovább, az elég sok keserű tanulsággal fog járni, különösen vidéken. Tehát Budapesten azt gondolom, hogy megőrizhetik, sőt, meg is egy kőbányát akár meg is lehet nyerni. Ha most is ellenzéki többség van, csak a polgármester fideszes. Hát Budapesten lehet, még akár erősödni is, de tehát ugye Gödön már sikeresen szétverték magukat, Tatabányán, Baján se valami fényes a helyzet, tehát hogy ott lehetnek... Ott visszaesés lehet, igen, vagy inkább az igen, a valószínű. Igen, uh-huh. Igen. Tehát magyarán szerintem a másik házi feladat az, hogy valahogy a egymáshoz való viszonynak a rendezése, amiben persze nagyon szkeptikus vagyok már, hiszen ugyanazok a szereplők vannak. És aztán itt van három további lehetséges teendő, amik nem fognak látványos eredményt hozni. Mint említettem, azért ettől az ellenzéktől olyan látványos eredményt amúgy se várok, de viszont a jövőbeli építkezést az segítheti. Az egyik, hogy ügyeknek a képviselete. De nem, most nem a meleg jogokról beszélek már elnézést, az is nyilván fontos. De az, hogy megtalálni, hogy helyben mi az ügy, és abba beleállni. Nagyon kevés ilyen példát tudunk mondani, mert a jellemzően ilyen korrupciós ügyeket lepleznek le. És még le. Mintha az akkumulátor ügy sem volna igazi ügy, vagy mintha... Az akkumulátor amúgy az egy igazi ügy tud lenni. Csak mintha nem volna, vagy mintha nem ragadná magával a tömegeket. Persze lehet, hogy hát fogja. Amúgy nem a tömegeket kell, hogy magával ragadja, hanem az adott közösséget. Így gondoltam, egy város igen, közösséget. Igen, igen, igen. De hát ugye ez is megint egy olyan dolog, hogy ez nem egy DK-s, nem egy LMP-s, nem egy párbeszédes, momentumos dolog. Ez, hogyha van annak a közösségnek erre önszerveződése, van képviselete, akkor amögé be kell állni. Az ellenzéknek értenie kell, hogy mondjam, nem magas a presztízse, tehát nem véletlen, hogy a úgymond különböző civil mozgalmak egy része, az nem föltétlenül vágyik arra, hogy ennek a része legyen. Hogy ennek a része legyen. Tehát ez egyik az ügyek képviselete, a másik, ami szerintem a Jobbiknak volt egy rövid időszaka, amíg ezt csinált, ez a helyben való építkezés és közösségszervezés. Nincs, tehát hogy mondjam, a Facebookon nem lehet közösséget szervezni. És azt a pénzt, amit elköltenek hetente 10 milliós nagyságrendben Facebookra, azt én például sokkal jobban
venném, vagy annak a pénznek egy részét, hogyha olvasókört szerveznének Tatabányán, vagy bármilyen kis közösségi életet. Ott van nem nagyon sok, de vannak irodáik. Miért nincsenek azok kinyitva? És akkor az, hogy a végén fognak-e fát vágni, mint annak idején a jobbikosok kis településeken, az egy, hogy mondjam... Az már csak természetes következmény részlet, lehetne. Részletkérdés, mert nyilván van, ahol nem kell fát vágni. Igen. És a harmadik, amiben szintén nagy deficitje van szerintem az ellenzéknek, ez a képzés. Tehát most hirtelen összeomlana a Fidesz kormány, és ki kéne nevezni 5000 állami tisztviselőt. Na, bocsánat, szerinted lenne olyan, aki ez ért is, aki látott ilyet? Nyilván nem tud látni, mert azok, akik annak idején kormányoztak, azok kiöregedtek nagyobb részt, és az ellenzéki önkormányzatok száma nagyon csekély, végtelen leangoló történeteket lehet arról hallgatni, milyen nehéz egy ellenzéki település, mondjuk jegyzőt találni. Na de ez nem fog változni, ez csak romlani fog. És ha nincs képzés, ha nincs valamilyen módon kitalálva az, hogy ha majd egyszer oda jutunk, vagy mi, vagy az utódaink, hogy kormányozzunk, akkor legyen 1000 ember, akire ezt rá lehet bízni, akkor ez fél éven belül meg fog bukni az ellenzéki kormány. Hát nem sok jóval biztatsz. Bocsánat. Keszthelyi Andrásnak köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.